Egy ízletes muffin alapreceptet hoztam ma nektek legújabb szakácskönyvemből, a Merj főzni ízemlékkönyvből. Ezt az ízemlékkönyvet ide kattintva megnézheted webshopomban, 30 olyan alapinspirációs receptet tartalmaz, amiket ti küldtetek nekem egy korábbi videós felhívásomra, és van lehetőséged a saját családi receptjeidet is megörökíteni benne, 30 ilyennek is helyet hagytam. Persze, azt se felejtsük el, hogy a nevezetes könyvben nem más kap kiemelkedően macskasztikusan fontos szerepet, mint én. Ja, hogy ki vagyok én? Na igen, majd kitérünk erre is, de most nézzük a főniasszonyt, ahogy vacsit csinál nekem. A szivárványos piskóta receptjét dolgoztam át, és ebből készítettem a mai muffin alapreceptet. 200 g lisztet keverje 100 g cukorral és egy fél zacskó sütőporral. Adj hozzá 100 g olvasztott vajat, egy tojást és körülbelül 2 deciliter tejet, hogy sűrű, krémes masszát kap. Jó, hát eddig nem olyan bizalomgerjesztő, de csak nem lesz ekkora borzadvány a végére. Kanalasz bele a muffin tepsibe, és itt az idő, hogy személyre szabd. Ízesíts kedvenc hozzávalóiddal, és mehet is az előmelegített sütőbe 180 fokon, süsd 15 percen keresztül. Kedvenc hozzávalók, lazacis a hűtőből lopott tepertőkrém, Ha elkészítitek bármelyik inspirációmat, akkor jelöljetek be Instagramon Csorbánita a felhasználó nevem, és hashtageljétek merfőzni hashtaggel az alkotásotokat. Nézzétek meg a többiek inspirációit a merfőzni.hu oldalon, és iratkozzatok fel Gasztro csatornámra a további receptötletekért. Sziasztok, szép kreatív napot! Nem mondom, hogy meg vagyok elégedve, nehogy elbízza magát a kajásnéni, de egészen elfogadható. Sziasztok!